Hallgatók a siker útján címmel rendezett szakmai napon délelőtt a műszaki informatikai kar hallgatói mutatták be azokat a munkáikat, kutatási eredményeiket, melyekkel az elmúlt évben sikereket értek el a különböző tehetségkutató és tanulmányi versenyeken. A program célja, hogy az egyetem minden polgárával megismertessék az intézmény minőség irányába történő törekvéseit, ezzel is fejlesztve az intézmény minőségtudatot. Több érdekes téma közül hallhattunk például Arduino Kár projekt címmel egy előadást Varga Lászlótól, aki a Nagykanizsai Kampusz hallgatója. Az autók biztonsági rendszereinek fejlesztési lehetőségeit mutatta be prezentációjában. A Centerflex 2011 tehetségkutató verseny második díjas projektjét közelről is megismerhették a rendezvény résztvevői. Dr. Hartung Ferenc egyetemi docenst, a kar egyik oktatóját kérdeztem arról, hogy mire ad lehetőséget ez az esemény. Ez a rendezvény lehetőséget biztosít arra is, hogy nem csak a oktatóink és hallgatóink ismerjék meg a kiválóbb hallgatóink munkáját, hanem nyitott a rendezvény az érdeklődő külső hallgatók, középiskolás hallgatók számára, és láttam a nézők között jöttek el olyan hallgatók, akiket a nyílt napon invitáltunk erre a rendezvénybe. Ők is meg tudják ismerni azokat a témaköröket, amiben lehetőséget biztosít akar a szakmai munká sikeres elérésére. Arra a kérdésre is választ kaptunk, hogy a Pannon Egyetemen tanuló hallgatók esetében mi a siker útja. Szervezett útja a legsikeresebb a tehetséggondozásnak, tehát mi a felvett hallgatóinkat már az első fél évtől kezdve megpróbáljuk megszűrni, kiválogatni, és akár a felvételi pontszám, akár a korábbi középiskolás versenyeredmények alapján azokat a hallgatók, akiket már korábban bizonyítottak, azokat a hallgatókat invitáljuk a kari tehetséggondozó program munkájában való részvételre. A nap további részében a kar ipari partnerei tartottak informatikai előadásokat az innováció és az együttműködés jegyében.